Halli mindenkinek! Úgy gondoltam, hogy ma egy ilyen aszkefelmes, kérdezős videót fogok csinálni, mert nincs sok időm és a kamerám is mindjárt lemerül. Szóval nem is fűznék hozzá úgy semmi konkrétat. A lényeg annyi, hogy aszkefelmen kiírtam, hogy lehet most tudom kérdezni a videó miatt, meg hát ugye amúgy is, de hogy most a... De most ugye azokra a kérdésekre fogok leginkább válaszolni, amit most érkeztek be. És hozzátenném, hogy a nagyon intim, vagy esetleg magánügyi kérdésekre nem válaszolok, de ez szerintem sejthettétek volna, de mindegy, most elmondom, hogyha esetleg csodálkozol, hogy miért nincs benne a kérdésre. Na, és akkor kezdjük is el. Szia Kim, volt már valamilyen balesetet? Köszi szépen. Balesetem még nem volt. Melyik az a könyv, amit mindenképp el szeretnél olvasni? Szerintem most úgy nincs így igazából ilyen könyv, amire így nagyon rá lennék állva, hogy úristen, ezt muszáj elolvasnom. Szóval... nincs ilyen. Miért kezdtél el videózni? Mindig vonzolt vagy, csak gondoltál egyet, és mit veszíthetek, alapon belekezdtél? Igazából... ugye sok videós néztem, meg nem tudom, írtátok nekem nagyon sokan, hogy mi lenne, ha elkezdenél videózni, mert érdekelnél, mint videós, hogy meg alapból ugye érdeklem az embereket, vagy nem tudom, és akkor ők szerették volna, hogyha csinálok videókat is, mert úgy még jobban meg tudnak ismerni, meg még több hülyeséget láthatnak tőlem esetleg, nem tudom. Igazából alapból is vonzott, gondoltam én is rá, de ugye nem volt, miért csinálom, aztán egyre többen írtátok. Mondom, jó van, akkor most tényleg jó. Mi szeretnél lenni nagyobb korodban? Író. Majd elválik, hogy sikerül-e. Városi pezsgés vagy egy kis házikóban az erdő szélén csendben? Hát tulajdonképpen erdő vesz minket körül, meg temető, meg ilyen egyéb aranyos dolgok. És nagyon unalmas itt falun lakni, igaz, hogy város, de számomra ez még mindig inkább falu. És hát inkább a városi nyüzsgést választom ez miatt, emiatt, bocsánat. Mi a kedvenc településed? Hát Magyarországon belül nem leszek túl kreatív, de Budapest. A kedvenc helyed? Hú. Igazából... nem tudom, nincsen úgy konkrétan kedvenc helyem, ahová eljárok, vagy valami. Unalmas ember vagyok. Jó, a többi az eléggé szemoklan videóba. Mi a különbség a cosplay lencse és a 15 mm-es koreai között? Hát, nem tudom. Szerintem úgy mindegy, a lényeg az, hogy szerintem úgy konkrétan semmi különbség nincs közöttük, ami jelentős lenne. Miket kell megvenni a kontaktlencséhez, amik nagyon fontosak? Egyébként nem tudom, hogy ezt miért tőlem kérdezitek, amikor 1001 oldalon le van írva, de mindegy, akkor megválaszolom, ha már megkérdezted. Hát nyilvánvalóan egy tokot, és kontaktlencse folyadékot, nem csak ilyen kis löttyöt, ami úgy van, hanem az, ami ugye tisztítja is. Abba kell tárolni, cserélgetni, tisztítani, mosogatni. Aztán, ha nem, elförgésedik a szemed és megvakul. Kérdés a videódban. Mi lenne, ha a világon mindenki őszinte lenne? Hát, akkor nagyon sok síró embert látnánk. Kérdés a videóban. Galaxis vagy csontváros pulcsi? Galaxis. Csibeburger vagy sajtburger? Ott a nagyon világ megváltó kérdései. De egyébként ezeket szeretem, szóval szeretek így válogatni ezek között. Csibeburgert még nem ettem, viszont a sajtburgert azt nagyon szeretem, szóval azt választom. Fanta vagy Sprite? Fanta. Kék vagy piros haj? Kék. Könyv vagy manga? Egyértelműen könyv.
SpongeBob vagy Patrik? SpongeBob. Én nagyon nagy SpongeBob buzi voltam, és amúgy itt van előttem egy rövid nadrág is, ami SpongeBobos. Szóval ez így rohadt vicces. Aztán... Tetkók vagy piercinget? Nem tudok választani. Talán tetkó, mert az végül is szebb és maradandóbb. Platform vagy creeper? Creeper. Lila vagy pink? Pink. Askefem vagy Facebook? Teljesen más a két oldal, szóval nem választok. Mindkettő másra való, de egyébként Askefemen többet vagyok fent. Facebookból csak a Messenger-t használom. Instagram vagy Tumblr? Instagram. Sör vagy bor? Bor. Rajz vagy festés? Egyik sem, utálom mindkettőt. Mi az igazi neved? Bocsi, nincs Facebookon. Igazából Facebookon már az eredeti nevemmel vagyok fönn, szóval nem titok, de nem fogom elmondani videóba. Kapjátok be. Nem amúgy. De tényleg ezt a kérdést nem szeretem megválaszolni, de már nem titok igazából, szóval ha nagyon kis Sherlockok vagytok, meg tudtok találni. Nem nehéz. Józora kérdezte, hogy a jövőben fogsz még konokra járni, vagy már egyáltalán nem tervezel? Természetesen tervezek, csak már annyira nincs az a hangörös üzém, hogy Úristen, kon ez az! Már nem. Szóval annyira már nem izgat a dolog, meg már nem is cosplayezek, már nincs rám pénzem, így elég fos. Kérdés a videóba. Ha lenne 5 repülőjegyed az első osztályra egy olyan helyre, ahova szívesen ellátogatnál, kiket vinnél magaddal? A legjobb barátaimat. És hova utaznátok? Nem tudom, valami királyhelyre. Mondjuk... Svédország. Imádom Svédországot. Milyen lenne az a bizonyos első osztály? Hát olyan első osztályos. Milyennek képzeled? Minden fényűző, luxus. Még a WC-ben is pezsgő folyna, nem tudom. Miket néznétek meg utatok során? Nem tudom, én megkeresném Jacket és megerőszakolnám ott Svédországban. 15 évessel összejönnél, nem? A videó kérdésben. Hány évesen kaptál az első telefonodat? Nem emlékszem. Szerintem olyan... 12... 10, nem, tényleg nem emlékszem. De emlékszem arra, hogy ilyen kis Nokia volt, ilyen kicsúsztathatós kis rózsaszín, még anyámé volt. Azt örököltem meg, és tökre szerettem. Mesélj egy animéről Vidiben. Na szóval... Van a Shingeki no Kyojin. Abban vannak nagy óriások megenni kicsi emberek. Hiszel a szellemekben? Nem, azért van róla két videó is. Szia, Kim! Hogy ismertétek meg egymást Norcsival? Nem tudom, hogy néha miért olvasom fel így a kérdéseket, de nem baj. Hogy ismertük meg egymást Norikóval? Nem emlékszem. Valamelyikünk ráírt a másikra Facebookon, annyit tudok, hogy itt Askon találtam rá. Mi a véleményed a kábítószerről, hogy próbáltad már? Szerintem egyszerűen undorító, amikor egy kis sporttól vagy belövő szusztól, nem értek én ezekhez, függ az ember élete, aztán hogyha nincs, akkor meghalok. De ez szerintem undorító, és nem próbáltam még. Nem is tervezem. De nem mondom, hogy nem fogom kipróbálni, mert ki tudja, mit hoz a jövő, de egyelőre nem tervezek ilyet tenni. Milyen hajszín szeretnél még kipróbálni? Miért nem? Milyen állást tudsz magadnak elképzelni? Olyat, amiben fizetnek, de nem kell csinálni semmit. Olyan sajnos nincs. Mi a véleményed a Paramore-ról? Kiskoromban, 13 évesen nagyon szerettem. Hayley szerintem tök jó. Csaj, meg minden, szép. Aztán különösebb véleményem nincs róla, jó zenéket gyártanak, most már elpoposodtak. Igazából már nem is hallgatom őket, de jók. Most erre nem tudok mit mondani. Szerinted mi lesz veled 5 év múlva, ha reálisan próbálsz gondolkozni? Csöves. Sloty kérdése. Mik a vagina zsír összetevői? Ja, imádom, amikor egy kérdéseket küld. Megfrissítem, hát hazat jött új. Nem jött. Nem szerettek.
De akkor lejjebb megyek. Jaj, de jó hajat, lefekszi vagy, meg ilyenek. Oké, köszönöm. Egy sem, hogy nincs egyértelmű kérdésem se. Hogy aludtál? Remekül, köszönöm. Nem tudják felfogni, hogy lány vagyok. És minden másodpercben meg kell kérdezni, hogy fiú vagyok-e vagy lány. És le se tudnak tekerni, pedig leírom minden nap. Legalább tízszer. Mi az a dolog, amitől mosolyogni kezdesz? Na, ez egy jó kérdés. Igazából leginkább a barátaim a mosolyom okozói, mert ők mindig meg tudnak nevettetni, még akkor is, amikor szomorú vagyok, de ezeken kívül, vagy rajtuk kívül, ugye a macskák miatt, szóval ha látok egy macskát, akkor alapban már így nézek rá, mint valami bolond. Szóval ő miattuk is tudok mosolyogni, hát igazából ennyi. Jó reggelt, szerelmem, csinálj nekem egy szívet Vidiben. Hát nem vagyok a szerelmed, és ennyi a véleményem. Ez a szíved. Ez a szívem, mármint. Csatolsz egy szexi képet magadról, szívecske? Vagy mi? Ezek mit akarnak? Most komolyan úgy nézek ki, mint aki egész napi... Vagy mi? Nem vagyok olyan. Szia, kevetlek, visszajön? Nem. Te vagy az oka, hogy megkérdőjelezem a szexualitásom. Gyönyörű vagy, köszönöm. Kimbóca, ha lenne egy háremed, amiben bárkit beleválaszthatnál, kik lennének benne? Nos, Ruby Rose egyértelműen.